Sziasztok! Ez itt a Christoph's Kitchen in Greece, egy vadió YouTube miniszéria, amiben bemutatjuk nektek, hogy hogyan éljük az életünket itt, Görögországban, Nimrod Dagannal és Arakkal, Tahinivel, Langossal és Fava. A kis Favával. Metana a világ egyik legeldugottabb és legcsodálatosabb kis félszigete, még a görögök sem nagyon tudnak róla. Ha bárki megkérdezi, hogy hol lakunk Görögországban, és azt mondom, hogy Metanán, akkor felvonják a szemöldöküket, és azt sem értik, hogy mit beszélek. Ez pedig egyrészt azért van, mert gyakorlatilag egy vulkánon élünk, másrészt pedig azért, mert annyi csodálatos hely van Görögországban, hogy ez tényleg megmaradt egy super secret eldugott kis helynek. Agios Georgios, San Giorgio arról nevezetes, hogy egyrészt Szent Györgyről kapta a nevét, aki legyőzte a sárkányt, és egy vulkán tövében ez azért elég jó jel. Másrészt pedig arról, hogy még a legnyáriasabb időszakban is legfeljebb 50-en vannak a faluban, ilyenkor szezonon kívül pedig körülbelül 5-en. A lakásunk körülbelül 25 négyzetméteres, és nekünk ez hatalmas, tökéletesen elegendő. A berendezés pedig meglehetősen minimalista. Úgy alakítottuk ki, hogy egyrészt ne kelljen sokat költeni rá, mert mire másra lehetne költeni, mint arra, hogy többet utazzunk, és hogy még többet együnk, esetleg, hogy még többet kocincsunk. Így aztán igyekszünk spórolni minden mással. Én őszintén hiszek abban, hogy a kényelem soha nem függ össze azzal, hogy mennyire luxus körülmények között él az ember. Számomra, ami kárpótol mindenért, az egyrészt a látvány az erkéről, másrészt pedig az egyetlen picit konformista megoldás, amit bevetettünk itt a lakásban, az a teraszon lévő kád, amiről kitaláltuk már a legelején, hogy mivel pici a fürdőszobánk és nem fér be oda egy fürdőkád, ezért aztán szükségünk van egy kádra, ahonnan nézhetjük a csillagokat és a naplementét. Nagyon izgalmas kalandok kerülnek ma sorra, ugyanis kiderül, hogy hogyan lehet úgy alkotni a konyhában, hogy nincsenek luxus körülményeink, csak úgy abból alkotunk, amink éppen van. Nimi, you wanna tell a little bit about the menu we're gonna create today? Yeah. What is the menu? It's changed so many times since we woke up. So we are going to make the perfect breakfast from chickpeas flour that we found at the Indian favorite shop just around the corner of Metana. So we are going to make a huge chickpeas omelette filled with green salad from a local farmer in Metana. And green vegetables, and with perfect cheese sauce that Christoph will be responsible for. Yes, and it's gonna be created of corn. Corn, igen. This is my favorite, one of my favorite thing in world. Corn. In like any form and shape. Any. Popcorn, cooked corn, baked corn, grilled corn. It's my favorite. Yeah, I love corn. Köszöntelek titeket az icipici konyhánkban itt, Metana félszigeten, ahol mindennek története van. Ezeket a rézedényeket, amiket láttok, még Nimi nagymamájától örököltük. Minden egyes kis csempematricát Portugáliában szereztünk be, és ugyanilyen szenvedélyes, szentimentalista érzelmekkel viszonyulunk az összes alapanyaghoz, mint például ehhez a fantasztikus csicseri borsó liszthez. Amikor ide költöztünk Metanára, meggyőződésünk volt, hogy folyamatosan tavernakajákkal fogunk táplálkozni, amit egyébként imádunk, és soha nem mondjuk meg, de azért, amikor rátaláltunk a kis indiai boltra, akkor megdobbant a szívünk. Ezért aztán ma egy igazi fúziós kaját készítünk nektek. Nimi már készen áll az ablakban, egyébként bevallom őszintén, hogy azért nem mindig az ablakban szokott főzni, beszoktam engedni a konyhába, de úgy gondoltuk, hogy ez a tökéletes kép, hogy megmutassuk nektek, hogy milyen gyönyörű a falucska is, és a konyhánk is. Mimi, are you ready for your salad chopping mission? Very much, can I start? You can say that which is the only thing that you are not going to put in the salad? Only thing that I'm not going to... actually it's only the cactus. Yes! A kaktuszt nem tesszük a salátába, vigyázzatok, hogy a kaktuszt tettek a salátába, akkor egy picit szúrós lesz. Én egyszerűen csak elkezdem kikeverni a csicseri lisztet a vízzel, és beleszórom a csodálatos tandoori masalát. I have a question. Mm-hmm. I should chop everything like tiny, or
Yes, better if it's tiny tiny, because it's going to be inside the omelet. Azért nyesegetjük majd a salátát is egészen apróra, mert hogy bele fog kerülni az omlettünkbe. És hát ez pont olyan lesz, mintha India átölelné Görögországot. Nézzétek, milyen csodálatos. És egyre inkább csak sűrűsödik és sűrűsödik, ezért aztán mielőtt majd még a serpenyőben kisütjük, újra lazítani fogunk rajta. Ám még mielőtt ez megtörténne, jöjjön még egy kis fűszerezés. Kerül bele természetesen só, fekete bors, még tegyünk bele egy kis maszalát. Ha már az ember indiai-görög fúziós ételt készít, akkor legyen benne a színe, java, a lelke, a szelleme mindkét nemzetnek. Teszünk bele egy kis fokhagymasót. Természetesen használhattok friss fokhagymát. És el is érte a tökéletes állagot. Nézzétek meg, milyen varázslatos, mint a folyékony arany. És amíg Nimi összedobja a salit, addig készüljön el ez a narancsos kukorica sajt. Rápréselem a narancslevét a kukoricára. I can't get over the fact that corn in Hungarian is kukorica. Why? It's so funny. Why is it funny? Just funny that it's kukorica. You remember in the last season of the show we decided that we're gonna call our child Presley? So maybe we should decide that our second child should be kukorica? Wow, are we really wanna do it for our child? Kukorica, gyere be a konyhába! Van itt egy gyere ide, kukorica! Kukorica, time to go to school! Kukorica, did you organize your room? Sounds good. Az omlet mix után a kukoricakrém töltelékkel is megvagyunk szinten, már csak turmixolnunk kell, berekerült egy kis só, egy kis fokhagyma, és nem maradhat ki a Görögország folyékony változatban, azaz az olívaolaj. Megkínáljuk friss olivával. Egyébként most van Görögországban ilyenkor az oliva szedés időszaka, úgyhogy mindenki szüretel, és akár merre jár az ember, bármelyik úton mindig 10-zel megyünk, vagy talán 5-tel esetleg, mert előttünk van mindig egy kis teherautó, ami nagyon lassan haladva viszi a zsákokba gyűjtött olivabogyókat. A kukorica szökőkút beindult, hölgyeim és uraim. Wow, Nimi. The kukorica? The kukorica with the orange. You have to taste it. Mm. Wow. Mm. Amazing. És akkor ismét előkerül a dolognak a görög oldala. Görögországban az oregano kihagyhatatlan. Bármit kóstolunk, mindenbe kerül egy kis oregano. És ismét visszacsapunk az indiai oldalra. Egy kis szárított chili. Wow, the green salad is very, very green. How is it? Incredibly beautiful. So you want to list the ingredients? Yeah. It's spinach. Spenót. Coriander. Koriander zöld. Cucumber. Uborka. This green beans. Zöld bab, amit nem a hüvelyében használtunk fel, hanem kibontogattunk, és mivel ilyenkor még zsenge, ezért nem is kell főzni. Green pepper. Zöld paprika. And I did a horrible thing and I forgot the garlic. I'm sorry. Oh my god, I'm gonna get a heart attack. Na, még mielőtt elkezdjük kisütni a csoda omlettünket, vágok egy kis hagymát, hogy azt megkaramellizáljuk. Görögországban a lila hagyma egyébként sokkal gyengédebb ízű, mint bárhol máshol a világban. Ezért aztán úgy majszolják az emberek, mint az almát. A fávát, a görögök humuszát ezzel szokták tunkolni. Minden salátába belekerül. Pirítunk egy kis fokhagymasót. És ahogy azt már sokan megszokhattátok tőlem, mindig fűszerezem magát az olajat. A karamellizáláshoz használunk egy icipici gyümölcscukrot. Tudjátok, általában valamilyen természetes szirupot szoktam használni,
de itt Görögországban nem nagyon használunk ilyen szupermarket termékeket, úgyhogy se rizszirupunk, se juharszirupunk, semmi olyan, ami nem honos itt a környéken. Jöhet a hagymánk. Másodpercek alatt megpirul a fűszeres olajban. Na! Még mielőtt túlpirulnának a hagymák, árák! Már is rácsurgatjuk. Elájuldozom. Ah, this is what I was looking for. Mindig valamivel letakarjuk, hogy fölülről is tudjon pirulni. És hát tudjátok, a pen cover. Az én konyhámban olyanról szó sincs, hogy valaminek egy fix fedele van. Mindig keresni kell valamit. Na. Oh. Híres neves felhő. Kicsit lejjebb veszem a hőmérsékletet, hogy ne piruljon túl az alja. Hmm? How is the corn? Soja ides, dude. It's okay, I know you can't stop yourself when it's about corn. It's very, very good. Right? Very good. It's just corn and orange and spices? Corn, orange, olive oil, spices. Incredible, right? Wow. How so, you never made it before? Because you know me, I'm always improvising. És rápillantok. Hogy mi történik. Nézzétek meg, milyen csodálatos. Nincs más feladatunk, mint hogy megfordítsuk. Reméljük, hogy sikerül, és nem fog szétszakadni. Ups. Wow. Wow. Totally wow. Perfect omelette. Ah, you know what we could do? Let's bring some fresh herbs from the garden. Yeah. Van egy kis konyha kertünk. És innen szoktuk összeszedni a finomabbnál finomabb zöld fűszereket. What should we take? Should we take some basil maybe? Basil sounds good. Basil. And maybe mint. Oh my god, the omelet. Oda wow. Fog égni az omelet. Wow. Oké. Okay. Még pont rendben van. There is no dressing for the salad, but the corn is no the dressing. Need, right? So we are not mixing it, right? You're putting the green in yes, the yes. And then the... But you can you mixed the green salad very, very well. Yeah, I hope so. I can at least put some salt and pepper. Of course, salt and pepper for sure. And maybe some... olive oil. Olive oil as well. And maybe let's put some of this mix. Oregano és fokhagyma és só. Perfect. And olive oil. And maybe a few drops of white wine vinegar. Yeah. Egy kis fehér borecet. I have a suggestion. Yes. To change from the original plan and to put first the corn. And then the greens. Very good suggestion. Yeah. I'm open and ready. Thank you. For you. Ennyit arról, hogy a macskák kizárólag a hús iránt érdeklődnek. Time for the green. És gyengéden áthajtom a túloldalra, és kicsit összenyomkodom. Megszorjuk még egy kis maszalával. Hogyha elkészítitek a kajákat, és fölteszitek őket Instagramra, akkor hashtageljetek minket, Christoph's Kitchen, Christoph's Kitchen in Greece, megtaláltok minket Christoph Steiner és Nimrod Dagan néven, és feltétlenül iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint kommenteljetek, és meséljetek el, hogy hogy tetszenek ezek a csodaszép ételek, amiket nektek készítünk. Mimi, this was so much fun. So much fun, and I can't wait to eat it. Yes, me too. Cheers, yamas. Yamas.